Hatodik, hetedik, illetve nyolcadik osztályos kreatív fiatalok alkotta csapatoknak hirdettek játékos szakmaismereti versenyt, amelyet holnap tartanak a Feketesas dísztermében 10 órai kezdettel. A cél, hogy az Eötvös József szakképző iskola szakma csoportjait bemutassák a diákoknak, megkönnyítve ezzel számukra a pályaválasztást. Azért gondoltuk, hogy már a hatodikosokat is ide hívjuk, hogy legyen idejük természetesen gondolkodni, hogy az elkövetkező év során merre orientálódjanak. Úgy gondoltuk, hogy természetesen játékosak lesznek ezek a feladatok. Megpróbáltunk, ami talán reméljük sikerült is, vagy sikerülni fog holnap, ennek a korosztálynak a szemével látni a világot. Igyekeztünk mozgásos feladatokat kiválasztani. A tavaly indult Próbáld ki magad nevet viselő vetélkedőn az idén a villanyszerelés, a textilipar, a szépészet, a turisztika és az egészségügy mutatkozik majd be. De a Csongrád megye egész területéről érkezett csapatoknak előzetes feladatokat is meg kellett oldaniuk. Volt egy elődöntő, ezt írásban kellett otthon megoldani, illetve elektronikus úton. Ma már talán az írásbeliség egy kicsit áttevődött az elektronika területére, de ettől persze még írásbeli maradt. Aki megoldotta ezt a 3x10 kérdést, tehát hogy a fókuszba kerülő szakmákhoz kapcsolódtak a kérdések, azok lesznek holnap itt. Változóak voltak a létszámok, most úgy néz ki, hogy 45 csapatunk lesz. A holnapi megmérettetés fődíja 3 tablet lesz, de tucatnyi értékes ajándékot is kiosztanak majd a legjobbak között a szervezők.